Hello, sziasztok! Ez itt a kis gépigényi PC játékok sorozat 11. része. Az első játék a Matt Hoffman's Pro BMX. Az Activision egyik játéka 2001-ből, amelyben 8 BMX-es srác egyikével, vagy egy nagyival kell tekerni, trükközni és különböző feladatokat végrehajtani. 10 pálya vár minket, hogy vadabbnál vadabb és pörgősebbnél pörgősebb trükköket hajtsunk végre rajtuk, megdöntve minden rekordot. A játék zenéi között hallható a Jurassic 5, vagy például az Outcast. Vas, ami szükséges, egy Pentium 2 266 MHz-es PC 64 MB RAM-mal és körülbelül 600 MB tárhelyen. A játékot amúgy kiadták PC-re, PlayStation-re és Dreamcast-re is. A második játék a Dave Mirra Freestyle BMX. 2000-ben, azaz a Matt Hoffmannál korábban megjelenő BMX szimulátor, amelyben 12 különböző pályán kell szaltózni, pörögni, manuálozni és túlélni minden egyes egekbe ugrást és repülést. A játékban több mint 1000 trükk és kombó elérhető, csak legyen türelmet hozzá, amíg végigjátszod. A pályák alatt hallható zenék elődői között megtalálhatjátok a Cypress Hill-t és Deftones-t. Minimum egy Pentium 2-es Proci 3D-s videókártya és 300 meg a hely kell hozzá. A harmadik játék az NBA Live 2004, az EA Sports egyik régebbi kosárlabda szimulátor játéka, amelynek a borítóján Vince Carter szerepel. Aki szereti a kosárlabdát, szeret kötetlenül zsákolni és hárompontosokat dobálni, azoknak ajánlom. A hip-hop zene kedvelői imádni fogják a játékot, mivel több fülbemászó zene is előkerül a háttérben, ami miatt a menü ugyanolyan élvezhető lesz, mint maga a játék. Akár a napjainkban aktív játékosokat és egyéb játékelemeket is importálhatunk a játékba, mert a modderek előszeretettel töltik föl a kiegészítőket. Szükséges egy Pentium 3 legalább 600 MHz-es PC, 128 MB RAM, 32 MB-os videókártya és körülbelül másfél giga hely. A negyedik játék, vagyis játékok a FIFA 2006 és a FIFA 2006 World Cup, az EA Sports labdarúgás szimulátor sorozatának 2005. októberében kiadott verziója a FIFA 2006. A World Cup verzió a következő év áprilisában jelent meg, amiben a németországi világbajnokságon játszhatunk. A FIFA 2006 borítóján Ronaldinho és Rooney szerepel. Ha szereted a focit, szereted a trükköket és sok-sok futást, akkor ezt a játékot neked találták ki. Minimum 1,2 GHz CPU, 256 MB RAM, 32 MB-os videókártya és 1 GB hely kell a játéknak. A mai utolsó játékunk a Deer Hunter 2005. Ha szereted a vadászatot, vagy szeretnél róla többet tudni, akkor ezt a játékot neked találták ki, neked való. A játék grafikája a kiadáskor szépnek volt mondható, jól kidolgozott elemekkel. A pályákon különböző időjárás viszonyokkal is találkozhatunk, amellyel még élethűbb a játékélmény. Minimum 1 GHz-es processzor, 256 MB memória, 64 MB-os videókártya és 200 MB hely, ami szükséges. Köszönöm, hogy megnézted a videót! Ha a jövőben is szeretnél hasonló tartalmakat, iratkozz fel a csatornára, nyomj egy lájkot, dobj egy kommentet, és csá!